Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül a Góliát Brüsszelnek, is üzente a miniszterelnök szombaton az 56-os forradalom 65. évfordulóján. Kivel kell megküzdeni a jobb oldalnak áprilisig? A stúdióban Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Köszöntöm Önt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Hír Televízió nézőit. Sok erős mondat elhangzott a miniszterelnöktől. Ön hogyan emlékszik vissza ezekre a beszédekre? És hát itt azért ide citálnám a 2006-os Fidesz nagygyűlést is, ami után már sosem volt olyan a politikai közbeszéd, mint akkor. Arra, hogy emlékszik vissza, és mennyiben volt más ez a mai, vagy ez a korábbi rendezvény? Kezdjük talán 2006-tal, ugye 15 évvel ezelőtt történtekkel. Akkor az 50. évfordulónak a megünneplésére készültünk, amely napnak egy csodaszép napnak kellett volna lennie, hiszen akkor volt 50 éve, hogy 1956-ban ugye forradalom és szabadságharc útján magyar fiatalok és egyáltalán mindenki szabadságot akart ebben az országban. Közösen kellett volna emlékeznünk és ünnepelnünk, de akkor a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal, az akkori hatalom vérbe folytotta ezt a szabadságot. Ugye nekem személyes élményeim is vannak erről a napról, hiszen az akkori Fidesz rendezvénynek én az egyik szervezője voltam, aki jogi értelemben is felelős volt a történtekkel, hiszen én egyeztettem azt megelőzően a hatóságokkal, kollégáimmal együtt mi jelentettük be ezt a rendezvényt. Minden jogszabályt és törvényes előírást betartottunk, és azt is el kell mondjam, hogy nekem minden tiszteletem a rendőrök és a rendőri szakmáé, de azon a napon, 15 évvel ezelőtt, október 23-án egyes rendőri vezetők egyértelműen politikai nyomás nagyon súlyos hibákat követtek el. Tényleg a közös ünneplésről, az 50. évfordulóról kellett volna nek szólnia, és ahhoz képest ezzel szemben miről szólt? Viperáról szólt, gumilövedékekről szólt, és lovasrohamról szólt akkor a Gyurcsányféle október 23-a. Itt idézném akkor a miniszterelnököt. 15 évvel ezelőtt az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak, egyik oldalon könnygázgránát és viper a vízágyuk. A másik oldalon a becsapott és megalázott nemzet állt, akinek 50 év elteltével azt kellett hallani, hogy hazudtak neki reggel, délben, meg este. Annyira erős volt ez a sok hatás, hogy kérdés volt, hogy a Fidesz hogyan tud ebből fölállni, illetve nyilván az egész nemzet hogyan tud ebből fölállni. Hosszú út vezetett addig, hogy egy ilyen békemenetet lehessen szervezni. Ugye 15 évvel ezelőtt történt rendőr adtakért és Gyurcsány terrorért azóta sem kért senki elnézést vagy bocsánat, hiszen nagyon sokan ugye megsérültek a rendezvény résztvevői közül, de ahogy a miniszterelnök úr is említette, most október 23-án ez egy olyan súlyos csúfolása volt az ünnepnek, a szabadságnak a vérbefolytása, hogy ezt valószínű sosem fogjuk tudni elfelejteni. 2010-ben megkaptuk a választópolgároknak a bizalmát, és azóta egyértelműen őket szolgáljuk. A Fidesz-KDNP, Magyarország kormány és Orbán Viktor mindig a magyar emberek mellé állt, amikor fontos kérdésekről volt szó, ellentétben ugye a Gyurcsány Ferenc vezette baloldallal, akik mindig Brüsszel, multicégek vagy a bankok mellé álltak a magyar érdekekkel szemben. Én egyébként tényleg nem gondoltam volna, hogy 15 évvel, 15 esztendővel az összödi beszéd kiszivárgását követően még mindig Gyurcsány Ferencnek fogják hívni a magyarországi baloldalnak a vezetőjét, de hát gyakorlatilag erről van szó, ezzel állunk szemben. Ugyanaz a baloldal akar most visszatérni a hatalomba, és kéri a polgárok bizalmát, amelyik vérbe folytotta 15 évvel ezelőtt a szabadságot. Nagyon érdekes azt látni, hogy még a baloldali véleményvezérek is, vagy megmondó emberek is azt mondták, hogy sokkal, de sokkal nagyobb sikert aratott a békemenet, mint az ellenzéki összefogásnak az október 23-ai ünnepsége. Ott furcsa volt azt hallani, hogy igazándiból az ünnepről nem nagyon beszéltek, sokkal inkább a kormányváltásról. Tehát minden ellenzéki szónok, aki kiállt a színpadra, az elsősorban arról beszélt, hogy hogyan kell leváltani Orbán Viktor rendszerét, hogyan kell legyőzni a választásokon, illetve hogy mi lesz majd a választások után. Ez miért van ez? Nyilvánvalóan fél évvel azért egy országgyűlési választás előtt minden kicsit átpolitizálódik és kap ilyen hangvételt. Az egyértelműen biztos, hogy a mostani megemlékezés, ez a békemenet október 23-án megmutatja,
megmutatta azt, hogy nem arról szólt ez az október 23-a, mint 15 évvel ezelőtt, amikor ugye viperák voltak és lovasroham, meg rendőrterror, hanem most arról szól, hogy legyünk büszkék, emlékezzünk az elődeinkre, az 56-os hősökre, és emeljük magasba a magyar zászlót. Nem akarok belemenni számháborúba, de egyértelműen az kimondható, hogy a békemeneten sokkal többen voltak. Én ezúton is szeretnék köszönetet mondani, akik eljöttek, és békésen ünnepeltek és emlékeztek velünk a békemeneten, azoknak is, akik szervezték a békemenetet. Jobboldalisággal vagy kormánypártisággal nem vádolható internetes portálok, amelyek most nem csinálok reklámot itt a műsorban, de ők is azt írták, hogy pár ezren voltak a baloldalnak a gyűlésén, még ugye a békemeneten pedig több százezer honfitársunk gyűlt össze. Szerintem ez egy egyértelmű üzenet mindenki számára. Miniszterelnök mondta azt, hogy mi vagyunk a tüske a köröm alatt, és hogy az Unióval, illetve hát úgy fogalmazott, hogy a nagyvízen túli hatalmakkal is meg kell majd küzdenünk a választásokon. Mit értett, mire gondolt, mit ért ezzel alatt? A miniszterelnök egyértelműen arra gondolt, hogy a mostani kormány, a Fidesz-KDNP, mint politikai szövetség, az, amelyik kiáll a magyar emberek mellett, és az ország érdekei mellett, hiszen amikor ott kell lenni a gáton, akkor ott vagyunk. 2010 óta három nagy válságban legalább helyt kellett állnunk. Egyik ugye, amikor megkaptuk a bizalmat 2010-ben, akkor a Gyurcsány korszak gazdasági válságát kellett kezelni, hiszen egyértelmű a baloldali modell. Mindig először hazudnak a hatalomért, ez így volt 2002-ben, amikor Lendvai Ildikó mondta, hogy nem lesz gázáremelés, így volt 2006-ban, amikor Gyurcsány Ferenc végig hazudta a televíziós vitát. Tehát először hazugság, aztán erőszak, majd pedig csődbe viszik az országot. Tehát egyrészt kezeltünk egy gazdasági válságot, majd 2015-ben az illegális migráció válságát, azt követően pedig egy egészségügyi helyzetet, ugye a koronavírus járványban kellett meghozni a nagyon fontos és határozott döntéseket. Ezt a mostani kormány tudta meg. A választásokig körülbelül 5 hónap van még hátra, nyilván van egy terv, hogy hogyan haladnak, mi alapján. Mik lesznek a legfontosabb akciók, történések, hogyan építi föl, lehet tudni már, hogy a kormánypárt hogyan fogja. Indítottunk egy petíciót, egy aláírásgyűjtést, Stop Gyurcsány, Stop Karácsony címmel, örömmel jelentem, hogy a felével meglennénk, de mindenkinek azt mondom, hogy ne álljunk meg félúton, hanem, és ne végezzünk fél munkát, hanem menjünk előre. Ezt az aláírásgyűjtést most már Stop Gyurcsány, Stop Márki-Zay néven folytatjuk. Eddig közel 1,5 millióan írták alá ezt a petíciót, de nem állunk meg addig, még minden polgárnak meg nem adjuk a lehetőséget, csatlakozzon ehhez, hiszen még egyszer mondom, ugyanaz a baloldal kopogtat most az ajtónkon, a múlt akar visszatérni, amelyik 15 évvel ezelőtt vérbe folytotta a szabadságot. Tehát az aláírásgyűjtést, a petíciót folytatjuk, ezzel párhuzamosan megy egy országjárás, kormánytagjaink, vezető politikusaink az ország minden részén találkoznak választópolgárokkal, ilyen módon is egy folyamatos párbeszédet folytatunk, és hát az elkövetkezendő hetekben, hónapokban egyértelműen világossá fogjuk tenni, hogy a magyar polgárok mire számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári oldaltól és a Gyurcsány Ferenc vezette baloldaltól, mert végül is ez a lényeg, hogy a közéletben kitől mire lehet számítani. Nyitrai Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt volt velünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást.